Licitálható területek. Október 15-től érhető el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megvásárolható állami földek listája. Kedvező lehetőségek. Pörög a lakáspiac, és ezzel egy időben növekszik a lakáshitelek kihelyezése is. A tapasztalatok szerint a hitelt kérők 20%-a érvényesíti a csokot. Minimális vízpótlás. Az elmúlt napok csapadék mennyisége nem okozott árhullámokat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Tisza vízszintje is mindössze 20 cm-t emelkedett Vásárosnaménynál. Október 15-től érhető el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megvásárolható állami földek listája. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Licitálni országosan közel 400 ezer hektár szántóföldre lehet, a megyében ez 165 külön helyrajzi számú terület. A vásárlásnak több feltétele is van annak érdekében, hogy kiszűrjék a komoly vásárlókat. Jelenleg összesen 5,5 millió hektár szántóföld terület van Magyarországon. Ennek közel 6%-ára, megközelítőleg 350-400 ezer hektárra lehet majd licitálni a Földet a gazdáknak programban, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal kormánymegbízottja Kozma Péter. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 165 külön helyrajzi számú szántóföld szerepel a licitálható területek listáján. Vásárolni csak földműveléssel foglalkozó magyar állampolgárok tudnak, akiknek a lakóhelyük vagy mezőgazdasági üzemközpontuk az eladásra kínált terület 20 kilométeres körzetében található. Egy gazdának a vásárlás után összesen legfeljebb 300 hektár föld területe lehet. Nem bevételorientált ez a program, nem az a célja, hogy az állambevételeket generáljon, az a célja, hogy a családi gazdaságok földtulajdonhoz jussanak. Ebből kifolyólag nem ez a prioritás, hogy mennyi bevétele vesz az államnak. A prioritás csupán annyi, a megjelent kormányhatározatban is ez világosan kiolvasható, hogy a piaci ár felett fogja meghirdetni a Nemzeti Földalapkezelő, és még erre, ha szabad úgy mondanom, még erre jön egy licit, ami alapján végül kialakul a végleges vételár. Azt szeretnénk, hogy ne érje szó a ház elejét, mégiscsak egy felelős állami vagyongazdálkodást kell végrehajtani, a legjobb árat szeretné elérni az áram ezekért a földterületekért. A licitálás minden esetben nyilvános lesz. Nyíregyházán az elsőt november 16-án tartják, a Kótai út 33 szám alatt. Az érvényes licitáláshoz előzetes regisztráció szükséges, amit aznap a helyszínen készpénzben kell kifizetni az érdeklődőknek, ez licitálási naponként 30 ezer forint. Az árverésen résztvevőknek biztosítékot is kell fizetni, ezzel szűrik majd ki a komoly érdeklődőket. Licitálni így majd csak azt tud, aki a kikiáltási ár 10%-át előző nap 12 óráig egy megadott számlaszámra befizeti. A földek kikiáltási ára minden esetben a forgalmi érték plusz annak a 10%-a lesz. Aki végül megnyeri a földet, annak beszámítják az előlegét, a többieknek 8 napon belül visszautalják a pénzt. A licitáláshoz szükséges földművelési igazolvány, valamint jogi képviselet is. Elővásárlási joga van a jelenlegi haszonbérlőnek, a helyben lakó szomszédnak és földművesnek. A vásárlóknak banki hitelprogramot alakítottak ki, ami 20 éves, fix, alacsony kamatozású hitelt biztosít majd. Pörög a lakáspiac, és ezzel egy időben növekszik a lakáshitelek kihelyezése is. Az országban szinte minden régióban ez jellemző. Júliustól igényelhető a gyerekek után járó családok otthonteremtési kedvezménye, amely szintén emelkedést hozott a lakáshitelezésben. A tapasztalatok szerint a hitelt kérők 20%-a érvényesíti a csokot. Az új és az eddig bevált lakáscélú hiteltermékekre is nagy az érdeklődés. Több konstrukció közül választhatnak azok, akik lakást vennének hitelből. A Fairbank törvény után forintalapú, többféle kamatperiódusú hitel lehetőséget vázolnak fel a tanácsadók az ügyfél számára. A családosok élnek az állami támogatások adta lehetőségekkel. A piaci alapú lakáshitelek mellett növekszik az állami kamattámogatású hitelek aránya, illetve a csokot is érvényesítik a családok, amit önerőként is elfogadnak a bankok. Van olyan bank, amelyik csak a meglévő gyerekek után járó támogatás összegét fogadja el önerőként, és van olyan bank, amelyik akár a vállalt gyereket is be tudja számítani önerőnek.
Egy 8-9 millió forintos lakáshitelnél három gyerek után a kölcsön 20%-át biztosítja a CSOK, azaz megvan akár készpénz nélkül is a hitelhez szükséges önerő. Egyébként a Magyar Nemzeti Bank által közzétett lakossági adatok szerint idén csak a nyári hónapokban meghaladta 100 milliárd forintot a kihelyezett lakáshitelek állománya. Az országban több mint 35 ezer lakóingatlan cserélt gazdát ugyanebben az időszakban. Egyre kevesebben fogják választani az albérletet, a bérleti díjakkal szemben sokszor alacsonyabbak és hosszú távon kiszámíthatóbbak lettek a lakástörlesztők. Megtörtént a forintosítás. Akik nem elégedettek, érdemes szétnézni a piacon, mert nagyon jó hitelkiváltó konstrukciók is működnek, és így nagyon sok pénzt lehet havonta megtakarítani. Jobb kondíciókkal, jobb feltételekkel lehet most igényelni. Az 1,35%-os jegybanki alapkamat alacsonyan tartja a lakáscélú hiteleknél a kamatokat, ami szintén növeli a kihelyezett hitelek számát. A tanácsadók mindezek mellett felhívják a kölcsönt igénylők figyelmét arra, hogy bár létezik a hitelfék, és a bankok ma már nem hagyják túlhitelezni az ügyfeleket, legyenek mégis körültekintőek a lakáshitelek piacán. Rektorjelöltet választott a Nyíregyházi Főiskola szenátusa. A vezető testület döntésének értelmében Under Csabát terjeszti fel rektorjelöltként az intézmény vezetése a fenntartó felé. A Nyíregyházi Főiskola nyár elején megüresedett rektori székébe választott jelöltet az intézmény szenátusa október 13-án. A posztra három jelölt adta be érvényes pályázatát, Under Csaba, Pető József és Sikolya László, mindhárman az intézmény oktatói. A szenátus minősített többséggel, 9 szavazattal választotta Under Csabát rektorjelöltjének. Ő terjeszti fel az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint fenntartó felé. Under Csaba a fenntartói jóváhagyást követően a miniszterelnöktől veheti majd át megbízó levelét, aki előre láthatóan december 20-ától lehet a Nyíregyházi Főiskola rektora. Az elmúlt napok csapadék mennyisége nem okozott árhullámokat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Tisza vízszintje is mindössze 20 cm-t emelkedett Vásárosnaménynál. A száraz, aszályos időjárás és az elmúlt 60 év legforróbb nyara után a mostani esőzés a hiányzó vízkészletek minimális pótlására volt elég. A Tisza és a megyénkben található kisebb vízfolyások a nyári hűség miatt rekord alacsony vízállás közelében voltak, több csatorna ki is száradt. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szakemberei azonban felkészülten várják az esetleges nagyobb csapadékmennyiség érkezését, amire az előrejelzések szerint még jó ideig nem kell számítani. Ez a nyár nagyon száraz volt, az elmúlt 60 év második legszárazabb nyara volt, és a legforróbb, amit itt a mi területünkön, a mi megyénkben tapasztaltunk. Ezért nagyon fontos volt ez a vízutánpótlás a jövőben. Hosszú hónapok, évek óta egyébként száraz és asszályos az időjárásunk, egy rendkívüli asszály alakult ki. Ez a csapadékmennyiség nem volt kiugróan magas, ez csak egy pici pótlása a hiányzó vízkészleteknek. A következő időszakban jelentős nagy csapadékokra nem számítunk, de nagyon jó lenne, hogyha visszatérne az időjárás a normál kerékvágásba, és lassan visszapótlódnának a talajokban és a vízfolyásainkban is a vízkészletek. Az igazgatóság szakemberei folyamatosan figyelik a vízgyűjtő területeket, és 5 percenként kapnak értesítést a vízfolyásaink, legfőképpen a Tisza vízszintjéről. Ambrusz László elmondta, a napokban tapasztalható esőzések nem adtak okot készültség bevezetésére. Az elmúlt napokban valóban több eső volt, ez egy kis felüdülést hozott a természetnek, talán a gazdálkodóknak is segít majd a jövőben, a hosszú száraz nyarat követően, de ez jelentős változást nem okoz a vizeinkben. A folyóinkon kisvizes állapotok vannak, illetve a csatornáink ki vannak száradva, ki voltak száradva a nyár folyamán, ez csak egy rövid időre emeli meg a vízszinteket. A Tiszán néhány 10 cm-es emelkedésre számítottunk, ez be is következett, de árvízveszély, belvízveszély továbbra sincs. A műszaki titkár hozzátette, az aszály és a szárazság három havi csapadékhiányt okozott a vízkészletekben, aminek a pótlására azonban nem számítanak a következő hónapokban. Megmarad az otthoni pálinka főzés lehetősége, ám az adózás rendjéről szóló új törvényjavaslat szerint bevezetik a párlat adójegyet, ami 1 liter 42 fokos pálinka után 700 forint lesz. A témáról bővebben a folytatásban szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit.
Idegenben Gyulaházán aratott 4-0-ás győzelmet az Ibrány a labdarúgó megyei első osztály 9. fordulójában, így Gerlicki Máté együttese őrzi első helyét a tabellán. Az üldözők közül a Nyír Gyula és a Tuzsér vereséget szenvedett, ezért a Nagyhalászban győztes Nagy Ecsed lépett fel a képzeletbeli dobogó második fokára. Idén 164 óvoda és általános iskola több mint 8300 gyerekkel jelentkezett a Bozsik program intézményi programjába Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A cél az, hogy egy tehetség se vesszen el, és a legügyesebb fiatalok a futballklubokhoz kerüljenek. Megmarad az otthoni pálinka főzés lehetősége, az Európai Unió azonban elvárja a párlat adójegy bevezetését, ami 1 liter 42 fokos pálinka után 700 forint. Erről is beszélt Tálai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára, amikor ismertette az adózás rendjéről kedden benyújtott törvényjavaslatot. A párlat jegyből minimum 5-öt kell és maximum 86-ot lehet megvenni. Az ellenőrzést az önkormányzati adóhatóságok végzik majd, írja a kormány.hu. Ebben az újfehértói pálinka főzdében éppen a nemrég leszüretelt és mostanra már cefrésített almából és körtéből főzik a pálinkát. 1 liter 50 fokos pálinka bérfőzetése átlagosan 1600-1700 forintba kerül, míg az otthoni magánfőzésért 1000 forintos általányt kell fizetni évente. Tálai András elmondása szerint a párlat adójegyet Európai Uniós nyomásra vezetik be. Az otthoni pálinka főzést visszavetheti majd az új szabályozás, a bérfőzők azonban üdvözlik a törvényjavaslatot. Valószínű kedvező hatással lesz ránk a jövő januártól bevezetésre kerülő párlatjegy, mert hogy eddig igazságtalanul érintett minket, hogy az otthon főzött pálinkát adómentesen lehetett előállítani, míg nálunk 835 forint szeszadót kellett fizetni. Ez ugye meglátszott a termelésen is, országos átlagban 85%-kal esett vissza a bérfőzött pálinka mennyisége az idei évben. A pálinka főzőmester elmondta továbbá, csak saját tulajdonú gyümölcsből lehet magánfőzésben és bérfőzésben pálinkát előállítani. Akit szabálysértésen kapnak a NAV munkatársai, az adóbírság mellett pénzbüntetésre is számíthat. Az adóbírsága a szeszadó kétszerese, vagyis 1670 forint literenként. Egyetlen fából kifaragott, virágos vajmintázót állítottak ki a Nyíregyházi József András Múzeum földszintjén. Október hónap műtárgyaként egy vitrinben tekinthető meg a paraszti háztartásokból jól ismert díszített tárgy. A leltárkönyvbe vajmintázóként bejegyzett tárgyat 1934-ben találta a múzeum akkori igazgatója, Kis Lajos a Bodrogközi Visen. A falu 1950-ig Szabolcs vármegyéhez tartozott, így kerülhetett a tárgy a József András Múzeumba. A paraszti háztartásokban az asszonyok maguk köpülték a vajat a vidékünkön zurbolónak is nevezett eszközzel, amely nem volt elterjedt ebben a térségben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye múzeumaiban mindössze két vajformázó található. Nagyon egyszerű funkciója volt, de egy olyan funkció, ami nagyon hozzátartozott a népi kultúrához, az, hogy semminek sem csak a praktikuma, a haszna az érdekes, hanem mindent díszítettek, mindent nagyon szépé tettek. Így a vajat is, a frissen köpült vajat olyan módon tették kívánatossá a piacozó gazdasszonyok számára, hogy ilyen vajmintázóval, vagy vajnyomóval, más néven vajformázóval szépen kidíszítették, vagy díszessé tették. Ez pedig úgy történt, hogy hideg vizet öntöttek ebbe a kis tárgyba, hogy a belenyomkodott vaj utána szépen ki tudjon csúszni, és a vaj fölvette ennek a szép virágmintának a formáját. A múzeumban pedig még ezen a héten tart a Krúdi Napok című rendezvény, valamint készülnek a már hagyományos őszi tárlat megnyitására is. A térségünkben élő és alkotó több mint 40 művész közel 100 munkát küldött be zsűrizésre a múzeumba. A legjobb alkotások október 16-ától láthatóak majd az intézmény első emeletén. Idegenben Gyulaházán aratott 4-0-ás győzelmet az Ibránya labdarúgó megyei első osztály 9. fordulójában, így Gerlicki Máté együttese őrzi első helyét a tabellán. Az üldözők közül a Nyír Gyula és a Tuzsér vereséget szenvedett, ezért a Nagyhalászban győztes Nagy Ecsed lépett fel a képzeletbeli dobogó második fokára.
Míg a 8. forduló valamennyi meccsén hazai sikere született, legutóbb mindössze 3 csapat tudta otthon tartani a 3 pontot. A Tiszakanyár 5-1-re verte a Mándokot, a Máté Szalka 3-2-re múlta felül a Tuzsért, a Fehérgyarmat pedig 1-0-ra bizonyult jobbnak a Sényűnél. Az egyetlen döntetlen, az 1-1-re végződő Kemecse-Baktoló-Rántháza találkozón született. A Szakói Tiszalökön győzött 2-0-ra, a Nagyecsed Nagyhalászban nyert 3-2-re, a Tiszavasvári Nyírgyulajból távozott 2-1-es sikerrel, az Ibrány pedig Gyulaház Gyulaházán rúgott 4 gólt úgy, hogy közben egyet sem kapott. Gyulaházán előtte nem nyert senki sem, ezért én is arra számítottam, hogy nagyon komolyan kell venni a mérkőzést, és jó ellenféllel játszunk, ez be is igazolódott, de az első gólig volt, azt mondom, hogy kérdéses, hogy ki nyeri meg a mérkőzést, utána azért már a páros kiállítás után meg még nagyobb területünk maradt, nem volt kérdés, hogy akkor mi nyerünk. Az Éllovas edzője szerint nagyon kiegyenlített a bajnokság, több csapat is esélyes arra, hogy az első helyen végezzen. Én abszolút erre számítottam. Azt lehet mondani, hogy már látszik, hogy van 3-4 gyengébb csapat, viszont az összes többi akárhol megverheti egymást, és van kifejezetten 6-7 olyan csapat, akik közül bármelyik megnyerheti végén a bajnokságot. A tabella élén a 22 pontos Ibrány áll, megelőzve a 20 pontos Nagyecseret és az egyaránt 18 pontos Nyírgyulajt, valamint Tuzsért. Az alsóházban a 9 pontos Máté Szalka és a 7 pontos Kemecse kicsit ellépett a 2 pontos Nagyhalásztól és a még pont nélküli Tiszalöktől. A 10. forduló párosítása a következő: Máté Szalka Nagyhalász, Tuzsért Tiszalök, Baktalórendháza Tiszakanyár, Tiszavasvári Nagyecsed, Sényő Gyulaháza, Mándok Nyírgyulaj, Szakói Fehérgyarmat és Ibrány Kemecse. Idén 164 óvoda és általános iskola több mint 8300 gyerekkel jelentkezett a Bozsik program intézményi programjába Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A cél az, hogy egy tehetség se vesszen el, és a legügyesebb fiatalok a futballklubokhoz kerüljenek. A Bozsik program egyesületi rendezvényei egy hónappal ezelőtt kezdődtek el a megyében, már 3 tornán, illetve fesztiválon vannak túl a 11-13 és a 7-9 éves gyerekeket felvonultató csapatok. 74 egyesület 2200 gyerekkel nevezett be a 2015-2016-os szezonra, ezzel az országos rangsorban Budapest után Borsod-Abaúj-Zemplén megyével egyetemben a 2. helyet foglalja el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Az intézményi program nevezési határideje október 14-én járt le. Az intézményi program népszerűségre egyre nő, ez annak is köszönhető, hogy ugye hamarosan, tehát szó van erről már komolyabb szinteken is, hogy bevezetik nem csak a napi testnevelési órákat, hanem a labdarúgást is a középiskolában, illetve az általános iskolákba, és ennek megfelelően egyre több intézmény nevez be országos szinten a megyébe is, soha nem volt még ennyi intézményünk, jelenleg 164 intézmény adta be a regisztrációját, és több mint 8300 gyermek fog részt venni az intézményi programba. Az intézményi programból van átjárás az egyesületi programba, mivel a cél az, hogy a tehetséges gyerekek egyre jobb társakkal játszanak együtt, és egyre feljebb kerüljenek a képzeletbeli ranglétrán. Az intézményi program lényege, hogy egy tehetség se vesszen el, illetve az ott ügyes, jól mozgó gyerekeket folyamatosan figyelik az egyesületi edzők. Tehát úgy kell elképzelni az intézményi programot és területi elv alapján a 164 intézményt 10 körzetbe osztottuk. Hasonló a körzetközpont, mint az egyesületi programban a csoportközpont. Egy-egy intézményi fesztiválon, tornán jelen vannak a központi egyesület edzői, és ott a legügyesebb gyermekeket meglátják, megszólítják, szülőkkel elbeszélgetnek, és bizony a legügyesebb gyerekek tovább mehetnek az adott sportegyesületbe. Aztán pedig, hogyha ott is ügyesen is jól teljesítenek, akkor természetesen központi egyesületbe kerülnek, majd onnan esetleg akár még tovább az akadémiára, vagy esetleg a megye válogatotthoz. Az intézményi program rendezvényei október 2. felében kezdődnek, míg a hétvégén a 7, illetve 9 évesek számára a Soros Fesztivált rendezik meg a 6 megyei alközpontban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Október 15-től érhető el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megvásárolható állami földek listája. Licitálni országosan közel 400 ezer hektár szántóföldre lehet, a megyében ez 165 külön helyrajzi számú terület. A vásárlásnak több feltétele is van annak érdekében, hogy kiszűrjék a komoly vásárlókat. Pörög a lakáspiac, és ezzel egy időben növekszik a lakáshitelek kihelyezése is. Az országban szinte minden régióban ez jellemző. Júliustól igényelhető a gyerekek után járó családok otthonteremtési kedvezménye, amely szintén emelkedést hozott a lakáshitelezésben. A tapasztalatok szerint a hitelt kérők 20%-a érvényesíti a csokot.
Az elmúlt napok csapadék mennyisége nem okozott árhullámokat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Tisza vízszintje is mindössze 20 cm-t emelkedett. A száraz aszályos időjárás és az elmúlt 60 év legforróbb nyara után a mostani esőzés a hiányzó vízkészletek minimális pótlására volt elég. A Kölcsei Televízió iradóját látták szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk Önöket. Híreinket addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Folytatódik a borongós időjárás. A földközi tenger középső medencéje fölött örvénylő ciklon az eddigieknél jóval enyhébb, nagy nedvességtartalmú levegőt szállít fölénk. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, esővel, záporral párás lesz a levegő. A légmozgás a legtöbb helyen mérsékelt marad, reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben folytatódik a nagyrészt borult idő, de kis eséllyel rövid időre felszakadozhat a felhőzet, eső, zápor több felé kialakulhat. A keleti szél csak néhol élénkül meg, a szélcsendesebb körzetekben párás marad a levegő. Délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban nem számíthatunk sok napsütésre, jelentős mennyiségű csapadék várható. Vasárnapra virradó éjjel csökken a csapadékhajlam, mindenütt legyengül a szél, emiatt pedig nagy területen lesz párás a levegő. Foltokban sűrű köd is képződik, ami néhol csak nagyon lassan szűnik meg. A sok felhő miatt enyhék lesznek az éjszakák, napközben azonban csak néhány fokot emelkedik a hőmérséklet.